Köszönöm szépen a felvezetést, a bemutatást, illetve a tapsot. Annyit azért megjegyeznék, hogy ugye az érdem az nem csak az enyém, az egy abszolút nagybetűs csapatmunka, tehát ezt a tapsot nem vindikálom saját magamnak, hanem ez a valamennyi diákomnak az elért eredménye és közös csapatmunka eredménye, és nagyon szépen köszönjük az elismerést. Valóban nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennek a negyedik alternatív vitarendezési konferenciának a záró előadását tartatom. Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a négy konferencián részt vettem, úgyhogy azért bepillantást nyertem az eddigi konferenciák anyagába, és próbáltam egy olyan előadással készülni, ami egyrészt kicsit talán szintetizálja az elmúlt két napnak az eredményeit, vagy gondolatait, másrészt egy picit talán szintetizálja az elmúlt négy évet is, főleg ugye mondjuk azoknak, akik az elmúlt három évben nem voltak jelen ezen a fantasztikus konferencián. Amikor mediációt kezdek el tanítani az egyetemen, vagy éppen a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági mediátorait képezem, akkor van két olyan példám és esetem, amit felhozok a diákoknak, és ezzel indítjuk a gondolkodást, ezzel próbálom őket érzékenyíteni arra, hogy vajon miről is lesz szó. Ez a gondolatébresztő ábra, ilyenkor mindig megkérdezem a hallgatóimat, hogy vajon mit látunk a képen. Most nem annyira ez a fórum, ez az előadás fórum nem annyira teheti meg azt az interakciót, hogy most erre a kérdésre választ kapjak, de hogyha ugye megnézzük a képet, akkor azt látjuk, hogy ott a hölgy, aki próbál ugye feljutni, vagy hát próbálja az úriember karját megfogni, aki próbálja őt felhúzni. És hát ugye a hölgynek a kezét éppen marja meg egy kígyó, úgyhogy ő azt gondolja magában, hogy miért nem fejt ki nagyobb erőkifejtést ez az úriember, és miért nem tud engem pikpak fölhúzni, a kígyó nagyon marja a karomat, és ez nekem nagyon fáj. Ugye mit gondol az úriember, miért nem mászik már egy kicsit jobban, kicsit erőlteti meg magát és jön föl a falon, ott van ez a nagy kő, ami rám nehezedik és súlyosodik, és ettől emiatt én több erőkifejtést ugye nem tudok tenni. Ugye mi az, amit ezzel az ábrával szoktam és szeretek ábrázolni? És mi is igazából a tanulsága ennek? Ugye a tanulság az, hogy nem láthatod, amikor valakivel találkozol, valakivel interakcióba lépsz, lehet ez család, munkahelyi konfliktus, vagy egyszerűen csak az utcán neked jön valaki, akkor ugye nagyon dühös leszel, de egyszerűen nem láthatod, hogy egyébként ő milyen nyomás alatt van. Ugye jelen esetben ugye a nő nem látja, hogy a férfi milyen fájdalmakat szenved el a kőtől, de a férfi sem látja, ugye a kígyót, ami marja a nőnek a kezét. És ugye gyakorlatilag ez az élet, legyen szó tényleg családról, munkahelyről, barátokról, és ezért gondolom azt, és azt gondolom, hogy a mediációnak ez az egyik alapfelvetése is, hogy meg kell próbálni megérteni a másikat, meg kell próbálni másképpen gondolkodni, gondolni a másikra, gondolni arra is, hogy ő mit érezhet az adott szituációban, és meg kell tanulnunk jobban kommunikálni. Gyakorlatilag ebben az előadásomban szeretném ezt a mediációnak alapvetően elméleti és gyakorlati keretét tovább boncolgatni. Az elején pár olyan alapvető elméleti keretet adni, ami lehet, hogy gyakorló mediátorok számára már ismert, de bizonyára vannak itt olyan hallgatóság között olyan személyek, akik talán részleteiben menően még nem ismerik ezeket az elméleteket, és az előadásom végére szeretnék odáig eljutni, hogy hogyan is lehet a gazdasági életben alkalmazni a mediációnak az eszköztárát, illetve milyen jó gyakorlatok vannak a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által hozott esetek tapasztalatainak a levonásából. Ugye alapvetően a mindennapi életünknek az abszolút természetes velejárója a konfliktus. Ugye meghalljuk ezt a szót, hogy konfliktus, nagyon sok esetben egy ilyen negatív konnotáció kapcsolódik hozzá,
Holott gyakorlatilag ugye konfliktusokkal tele van az életünk, ezek a konfliktusok nagyon sok szinten, nagyon sok rétegben jelen lehetnek. Ugye konfliktusokról beszélhetünk különböző szinten, ugye konfliktusok lehetnek személyen belüli, tehát amikor az ember mondjuk saját maga vívódik azon, hogy bizonyos lépéseket hogyan szükséges megtenni, vagy hogyan nem. Ugye lehetnek személyközi, vagy beszélhetünk személyközi konfliktusokról, lehetnek csoport közötti konfliktusok, szervezeti egységek közötti, vagy ugye nagy társadalmi konfliktusok is. Ugye még visszatérve magához a konfliktus definícióhoz, akkor fogok később hozni egy másik megközelítést is, de Boulding szerint, hogy a konfliktusok emberek vagy emberek csoportjai közötti versengésnek az egyik formája, és ugye gyakorlatilag akkor lép fel a feszültség a személyek között, amikor úgy érzékelik, hogy ezek a korlátozottan rendelkezésre álló javak ténylegesen, vagy az ő észlelésük által csökkentett formában, vagy nem mindenki számára elérhető formában van jelen. Ugye, amit még a konfliktusokról érdemes tudni, és ennek nagyon nagy jelentősége van, amikor majd gazdasági mediációs esetekről is beszélünk, hogy milyen típusai vannak a konfliktusoknak. A konfliktus egyik alapvető típusa az úgynevezett információs konfliktus. Azt gondolom, hogy talán ez az, ami a leggyakrabban is előfordul. Ez azt jelenti, hogy vagy túl kevés, vagy túl sok, vagy éppen ugye téves információkkal dolgozunk. Ugye a kapcsolati konfliktus a sokkal inkább, hogyha most gazdasági esetekre nézünk, akkor egy rossz kommunikáció, egy negatív viselkedésforma, esetleg valamilyen szinten az egyik fél részéről túl erős érzelmi reakcióknak a kiváltása a munkavállaló vagy éppen a munkáltató részéről. Ugye a szükséglet alapú konfliktusok, amikre vissza fogok térni egyébként a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara eseteinek taglalásakor, azért nagyon érdekes, és erről több munkavállalói élménykutatás is készült, ami ugye nagyon fontos annak a tekintetében, hogy mennyire, mi az oka annak, hogy egy adott munkavállaló az adott munkahelyen szeret dolgozni, és nagyon meglepő kutatási eredmények vannak ezzel kapcsolatban. Azt gondolnánk, hogy mondjuk első helyen van a fizetés, a második helyen mondjuk a munkakörülmények, és a harmadik vagy a további helyeken az olyan, hogy mennyire kedves hozzám a másik munkavállaló, vagy a főnök, vagy milyen elismerésben részesít minket a munkáltatónk. És az a nagyon érdekes eredmény jött ki ezeken a munkavállalói élménykutatásokon, hogy nem első a fizetés. Az első az olyan szükségletek, mint az elismerés, a megbecsülés, a visszacsatolás, a kritikai észrevételek, persze nem bántó kritikai észrevételek, és csak második helyen került elő a maga a fizetésnek a nagysága. Az érdekalapú konfliktusok, amiről szintén fogok részletesen beszélni, ugye ezek azok, amelyek azért nagyon fontosak számunkra, mert ugye minden pozíció mögött meghúzódnak érdekek, és ezeknek az érdekeknek a látszólagos, vagy a tényleges konfliktusa, vagy összeütközése az, ami legtöbbször adja a konfliktusok generálását. Ugye szintén aki jártas a mediációs szakirodalomban, az már nagyon sokszor láthatta ezt a diasort. Ugye ez a Kertész Tibortól származik, és a konfliktusok eszkalációjának fázisát tartalmazza. Hogyha emlékszünk, illetve aki itt volt a tegnapi előadáson, hogyha emlékszünk a bírók által tartott bírósági mediáció elemzésére, akkor ott például ugye pont arról volt szó, hogy ez az úgynevezett jelzés és vita fázis, ez nem történt meg ebben az apa-lánya konfliktusos kapcsolatban, ezért érte ugye hideg zuhanyként az édesapát az, hogy a lánya benyújtotta a keresetet ebben az üzleti kapcsolatban.
Persze, vannak atipikus helyzetek, de hogyha alapvetően nézzük ugye a konfliktusoknak a fázisát, akkor erről a hat fázisról tudunk beszélni. Én nem szeretném hosszasan elemezni ezeket a fázisokat. Az a lényeg, hogy megvan mindegyik fázisnak a maga pszichológiai háttere, illetve a szakirodalom is megadja azt, hogy melyek azok a fázisok, ahol az alternatív vitarendezés különböző formái esetlegesen ugye célra vezetőek, ahogy ez a dián is látszik, ugye a jelzés és vita fázisában lehetséges a facilitálás, hiszen ekkor még ugye a felek tudnak azért egymással valamilyen szinten ugye közvetlenül is kommunikálni, tehát amit az első dia kapcsán említettem, hogy ugye azért a kommunikációnak a jobbítása a mediáció egyik célja, ez itt abszolút így van. És a második, harmadik, negyedik szakasz, ahol pedig ugye a mediáció lehetséges. Ugye miért fontos ezt nekünk tudni mediátorként? Ugye azért fontos, mert amikor előkészítő megbeszélésre érkeznek hozzánk a felek, akkor fel kell tudnunk mérni, hogy az ő konfliktusok éppen melyik fázisban van, és a mediáció vagy az alternatív vitarendezés milyen eszközeit tudjuk számukra nyújtani, illetve alkalmazni. Bocsánat. Ahogy ígértem, az általános bevezetés után egyre inkább ugye, a gazdasági mediációs helyzetekről szeretnék beszélni, illetve ennek a különböző elméleti alapvetéseiről. Itt a konfliktusnak már is egy más fajta fogalmát látjuk, abszolút mondjuk azonosan, mint ahogy Boulding azt megfogalmazta, de Launa szerint ugye a konfliktusok szintén ugye egyének vagy csoportok között kialakult eszkalálódott versengés, ahol minden fél azt szeretné, hogy valamilyen előnyhöz jusson, legyen ez hatalom, forrás, érdekek és szükségletek, és azt szeretnék, hogy ugye vagy ebben a konfliktus helyzetben legalább az egyik fél szerint a kapcsolatukat az határozza meg, hogy ezek a céljaik gyakorlatilag összeegyeztethetetlenek. Ugye a konfliktusok okait Laue úgy fogalmazza meg, hogy alapvetően az érintett személyek közötti kölcsönös függés, valamint az érinteteknek a cselekvései befolyásolják. A kölcsönös függés esetén beszélhetünk úgynevezett pozitív függésről. Ugye pozitív függés az azt jelenti, hogy a felek között azért valamilyen együttműködés van, vagy ez az együttműködés alapját teremti meg a pozitív függés. Míg negatív függés esetén beszélünk versengésről. Ugye azt is mondja Laue, hogy a versengés, mint a vita fő eleme, az a felek közötti különbözőségek és nézeteltéréseknek az eredménye, és nem pedig oka. Miért is fontos ez számunkra? Ugye azért fontos, mert egyes emberek különböző féleképpen cselekszenek, de a konfliktusok kialakulása szempontjából beszélünk úgynevezett hatékony cselekvésekről, ami azt jelenti, hogy elősegítik az egyén saját céljainak a teljesülését, és beszélünk nem hatékony konfliktus helyzetkezelésről, ami pedig ugye az egyén saját céljainak a teljesülésének a hátráltatásával jár. Gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy a felek gyakran nem ismerik fel azt, hogy a saját céljaikat a másik nélkül egyáltalán nem képesek elérni. Pontosan emiatt a hatékony konfliktus kezelés akkor lehetséges, hogyha a felekkel megértetjük, vagy a felek megértik, hogy a céljaik és a szükségleteik teljesülése abszolút egymástól függő helyzetben valósulnak meg. Pontosan emiatt a mediációnak a fókuszában a kommunikáció és az információ átadás minőségi változása kell, hogy álljon. Olyan, ahogy már említettem, például a kapcsolatalapú konfliktusoknál, ahol a felek között hosszabb ideje fennáll a rossz kommunikációs helyzet, a negatív érzelmek egymással szemben eszkalálódnak, ugye itt is a kommunikációt kell javítani, és gyakorlatilag ugye a mediátornak a fő szerepe, hogy ezt a kommunikációs változást elindítsa a felekben, és az alapvető szükségletek feltárása és egymás pozitív tulajdonságainak a megismerése erre fókuszálva tudnak eredményeket elérni.
Hogy az üzleti életről beszélünk, akkor milyen típusú konfliktusokról beszélünk? Ugye alapvetően a szakirodalom és én is most az előadásomban ugye két nagy csoportra osztottam az gazdasági életben fellépő konfliktusokat. Ugye egyrészt beszélhetünk vállalaton belüli, illetve vállalaton kívüli konfliktusokról. Ugye ahogy az már tegnap Rudas úr, illetve Egyed Géza előadásában is elhangzott, és hogyha családi vállalkozásokról beszélünk, akkor ugye nagyon sok belső konfliktusról beszélünk, főleg generációváltás kapcsán lévő belső konfliktusokról. Ugye a vállalaton belüli konfliktusok, ezek ugye lehetnek a vállalaton belüli csoportok, osztályok, részlegek közötti konfliktusok. Nem kell egyébként nagyon nagy konfliktusokra gondolni. A saját facilitáló mediátor praxisomban is voltak olyan kérdések, amikor például a jogi osztály, vagy az osztály, amelyik az adott cégnek, gyártelepnek mondjuk a biztonságáért felelt, állt valamilyen konfliktusban a pénzügyi osztállyal, mert például a jogszabály szerint meghatározott kötelező tűzoltó készülékeknek a felszerelése az azért nem történt meg, mert a pénzügyi osztály nem nyújtott erre keretet, függetlenül attól, hogy már hetek óta ez mondjuk az ő asztalukon landolt ez a kérés, de mégsem hagyták jóvá ennek a pénzügyi támogatását. Na most, ha ez nem történik meg, akkor ha egy tűzvédelmi vizsgálat eredményeként, hogyha jön egy tűzoltó, vagy kimegy egy tűzoltó a gyárban, nagyon súlyos bírságösszeggel szembesül a cég, hogyha ugye ezt nem teszik meg. De ugye beszélhetünk vállalaton belül munkavállalók közötti konfliktusról, munkaadó és munkavállalók közötti konfliktusról. Ennek is egy speciális része például a különböző szerzőjogokkal kapcsolatos viták, tehát hogyha én egy mérnökként dolgozom egy cégnél, akkor az én szellemi tulajdonom, mint munkavállaló, az egyben, amit én kitalálok, amit én fejlesztek, legyen ez technika, vagy bármilyen más innováció, az vajon a cég szellemi tulajdona értelemszerűen, mert én a munkaidőmben a cégnek a egyébként lehetőségre álló technikai berendezésével fejlesztem, vagy mennyiben az én szerzői jogom, ki fogja levédeni ezt a szabadalmat, kinek fognak járni ezután a szabadalmi díjak, tehát nagyon sok ilyen típusú problémával is szembesülünk vállalaton belül. Ugye a vállalaton kívüli konfliktusok gyakorlatilag ugye nagyon széles körben mozognak, ezek különböző szerződéses kapcsolatokból eredő konfliktusok, akár a szerződések megkötése, akkor a szerződés részletszabályban rejlő érdekütközések, illetve értelmezési viták, a szerződések teljesülésekor felmerülő nézetértések, kártérítési igények, hibás teljesítések, alvállalkozókkal való viták, vevőkkel vagy ügyfelekkel való konfliktusok. És ugye ezek a konfliktusok sokszor közvetlenül kerülnek felszínre, tehát akár a vevő, akár az ügyfél személyesen, telefonon, e-mailben jelzi a problémát a cégnek, de sok esetben ez már rögtön közvetett módon, tehát például a jogi képviselő útján kerül a cégnek a látókörébe. Ugye ezek mind-mind azok az esetek, amelyeknek a kezelésére alkalmazható módszer a tárgyalás, a facilitáció, a gazdasági mediáció, és hát vannak olyan esetek, amikor az arbitráció. Miért is fontos tudnunk azt, hogy hogyan is épül fel a szervezetünk, hogyan is milyenek a munkavállalóink, kik a munkavállalóink, és milyen kulturális háttérrel rendelkeznek. Lehet, hogy most egy picit még nem értik, de remélem, hogy 5 perc múlva már rávilágítok arra, hogy mit is keres most itt az előadásomban a szervezeti kultúrának a kérdésköre és a fogalma. Ugye mi is ez a szervezeti kultúra? Ugye a szervezeti kultúra azoknak az alapfeltevéseknek, értékeknek és meggyőződéseknek a rendszere,
amelyeket a szervezet tagjai fejlesztettek ki, miközben szembenéztek különböző külső akadályokkal, illetve miközben integrálódtak az adott szervezetbe. Ugye ezeket a szervezet tagjai elfogadják, követik és átadják az újonnan érkező tagoknak, és egy abszolút követendő, kívánatos gondolkodási módot vagy viselkedési mintát tükröz. Seitz az, aki rámutat arra, hogy a kultúra a szervezetek belső értékrendje, amelyet a közösség tagjainak a többsége követ. Ugye ezáltal kialakul egyfajta közösségi viselkedés, amit a környezet értékel, és ugye erre fog később reagálni. Ezzel párhuzamosan a közösség tagjaiban is kialakul egy kép önmagukról, illetve ugye magukról a környezetről. A szervezeti kultúra különböző szervezet szociológusok szerint ugye nem csak egyfajta tudati konstrukció, hanem minden szervezet életére jellemző értékek, normák, magatartásminták, szokások, rutinoknak az összessége, amelyek abszolút meghatározzák azt, hogy a szervezetben dolgozók hogyan reagálnak különböző utasításokra, hogyan folytatnak tevékenységeket, és gyakorlatilag így válik a szervezeti kultúra a szervezetnek az önkifejeződésévé. Miért fontos ez vajon számunkra? És itt is csatlakoznék a tegnap Egyed Gézának az előadásához, aki ugye azt említette nagyon sok esetben, hogyha emlékeznek rá, hogy multinacionális cégek vitái. Mi van a multinacionális cégeknél? Egyrészt az van, hogy van egy külföldi befektetőnk, aki egy adott országban, most vegyük Magyarországot, hiszen itt vagyunk, hoz külföldi tőkét, hozza a saját külföldi kultúráját, munkamoráját, szabályrendszerét, elvárásait, protokolljait, auditját, compliance-t, és erre kell a magyar munkavállalóknak is reagálnia, vagy ezt ugye felépítenie. Miért van rengeteg konfliktus a vállalatokon belül, főleg multinacionális vállalatokon belül? Hát pontosan emiatt, hogy az adott nemzeti kultúra az igenis befolyásolja azt, hogy milyen a szervezeten belüli kultúra, de erre természetesen nem én jöttem rá, hanem nálam már sokkal régebb óta vannak olyan kutatások, méghozzá egyébként ugye Hofstede holland szociálpszichológus nevével fémjelzett kutatások, amelyek a nemzeti kultúra sajátosságait vizsgálják, és azt jelentette ki Hofstede, hogy ezek egyértelműen befolyásolják azt, hogy milyen kultúra alakul ki egyes szervezeten belül. Ugye amit itt most a dián látszik, ez mindenki számára egyébként elérhető az interneten. Folyamatosan töltik fel adatokkal, és most ezzel kapcsolatban hoztam pár érdekes gondolatot. Az megjegyzendő, hogy Hofstede-nek az eredeti művében alapvetően négy olyan dimenziót állapít meg, amelyek mentén a nemzeti kultúrák eltérnek egymástól. Ugye ez az úgynevezett hatalmi távolság, ugye elnézést kérek, angolul vannak a diák, mert ugye így tudtam kimenteni a rendszerből, ugye ez az úgynevezett power distance, ami azt jelenti, hogy az emberek közötti egyenlőségeknek mekkora a foka egy adott ország népességén belül, és ezt mennyire tartja a népesség elfogadhatónak. A második az úgynevezett bizonytalanság elkerülése, ugye ez a uncertainty avoidance, ami azt jelenti, hogy milyen mértékben ragaszkodnak az állampolgárok a szabályokhoz, és mennyiben érzékelik a stressznek a nagyságát a mindennapi életükben, illetve milyen szinten tudnak adaptálódni a különböző bizonytalan helyzetekben. A harmadik az úgynevezett individualizmus és kollektivizmus, amely azt mutatja meg, hogy az egyén vagy a közösség a fontosabb az adott nemzetnek. A negyedik az úgynevezett férfiasság nőiesség dimenziója, ahol a férfiasság dimenziója az ambíciót, a teljesítmény központúságot, az anyagi javakat testesíti meg.
Az utóbbi, a női dimenzió pedig ugye az emberi kapcsolatokat, illetve a gondoskodást, hogy vajon melyik dominál inkább egy adott országban. Később ezt az alapvető négyes felosztását kiegészítette további kategóriákkal, így ugye a hosszabb távú gondolkodás előrelátásával, tehát ez a long term orientation-nel, és még további szempontrendszerekkel. A kultúra Hofstede szerint úgynevezett közösségi programozottságot jelent, illetve egy mentális szoftvert, amely meghatározó a tekintetben, hogy egy adott társadalom mit tekint problémának, milyen potenciális megoldási mechanizmusokat működtet, milyen úton jutnak el a megvalósítandó módszerek kiválasztásában, illetve ezeket hogyan ültetik el a gyakorlatba. Ezen az első ábrán, ami ugye Hofstedétől származik, Magyarországnak az alábbi 6 szempont szerinti csoportosítását látjuk. Ugye látjuk, hogy például a férfiasság, tehát ez a maszkulinitás, ez 88%-os, ami azt jelenti, hogy ma Magyarországon van egyfajta férfi kultúra. Hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk hány parlamenti képviselőnk van, hány női parlamenti képviselőnk van, hány női cégvezetőnk van, hány női alkotmánybírónk van, szóval ha ezekben a nagyobb közjogi pozíciókban a nők arányát nézzük, akkor valóban azért Magyarország egy eléggé maszkulinitással terhelt ország. Másik részről mondjuk a sikernek a fokmérője, az azért többek között az anyagiak, a teljesítő képesség, stb. És szintén látjuk mondjuk azt, hogy az egyéni érdekérvényesítés, az individualizmus az sokkal inkább egy fontosabb szempont a magyaroknak, mint az, hogy mondjuk közösségben dolgozzanak és gondolkozzanak. A következőkben szeretném egy kis gondolkodásra invitálni önöket, így az előadásom második végéhez közelítve, és szeretném, hogy aki rendelkezik a Smart Event-tel a telefonján, válaszolna nekem arra a kérdésre, hogy vajon mit gondolnak, hogy a felsorolt szempontok, amit ugye az előbb láttunk, ez a hatalmi egyenlőtlenség, maszkulinitás, individualizmus, stb. Vajon hol, melyikben lesz a legnagyobb eltérés Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között? Vajon mi az a jellemző, ami sokkal inkább jellemzi az Egyesült Államot, mint Magyarországot? Szerintem látszik már az applikációban a kérdés, illetve a kérdésre adható 6 válasz. Én is pillanat is megnézem. Érkeznek a szavazatok, de látom, hogy még valaki bőszen nyomkodja a telefonját, úgyhogy azt megvárjuk. Jó, azt hiszem, hogy... még mindig jönnek a szavazatok. Most a hatalmi távolság és az individualizmus fej-fej mellett halad. Vajon melyik csoportnak lesz? Most szintén jött még 2 szavazat, és fej-fej mellett halad a hatalmi távolság és az individualizmus. Jó, úgy látom, hogy megállt, pontosabban ugyanazok az adatok jönnek most már 2-szer. Az itt jelen lévők véleménye szerint individualizmus az, amiben sokkal inkább eltérő a magyar és az amerikai társadalom, illetve második helyen a hatalmi távolság található. Akkor megmutatom, hogy is néz ki ez a diasorunk. Az a nagyon jó ebbe a felületbe egyébként, hogy bármilyen országot, akár többet, 3-at, 4-et össze lehet hasonlítani. Ugye ahogy látszik, ugye most a Magyarország a kék, az Egyesült Államok pedig ez a lila oszlop. Látszik, hogy a legnagyobb eltérés az a bizonytalanságtól való félelem,
Ugye a bizonytalanságtól való félelem az Magyarországban egy nagyon erős és valós probléma, ezzel szemben ugye az amerikaiaknál egy sokkal kevésbé jelenlévő szempont. Ennek egyébként lehet az is az oka, hogy náluk sokkal nagyobb a mobilitás, tehát hogy ők sokkal inkább hajlandóak egyik városból a másikba költözni munka fronton. És második helyen egyébként meg ugye a férfiasságot találjuk, ugye ez egy nagyon kimagasló adat volt Magyarországon, tehát hogy a teljesítménykényszer és a férfi társadalom az nagyon magas Magyarországon, ugye ehhez képest azért Amerikában ez sokkal alacsonyabb. Jó. Hasonlítsuk össze Magyarországot és Horvátországot, mert hát egyrészt volt nekünk egy horvát előadónk tegnap, másrészt azért Horvátország szomszédos országunk. Ugyanez a felsorolt 6 szempont közül, melyik az, amiben a legnagyobb különbség lehet a magyar és a horvát társadalom között? Úgy látom, elindult a szavazás, egyelőre egy szavazatot látok. Most már 4-et. De eddig fejfej mellett halad. Aha, hatalmi távolság vezet most. Még várok egy picit. Úgy látom, hogy most már ugyanazok az adatsorok jönnek, csak nem, most volt egy ugrás még. Hát ez alapján az itt jelenlévők azt gondolják, hogy Magyarország, vagy a magyar és a horvát társadalom között leginkább a hatalmi távolságnak a felfogásában van különbség. Hát sajnos ez sem sikerült eltalálni, mert ha megnézzük Hofstede adatsorát, akkor látjuk, hogy az individualizmus, amiben a legnagyobb az eltérés a két társadalom között, ami ugye azt jelenti, hogy a magyarok sokkal inkább a személyes saját törekvéseiket helyezik a középpontban, és nem a közösségi gondolatok azok, amik számukra fontosak. Szerettem volna utolsóként egyébként Grúziával való összehasonlítást feldobni, mint lehetőséget, de sajnos Grúziáról nincs a Hofstede adatbázisában adat, úgyhogy írni fogok neki, mert lehet neki írni, hogy ezt pótolja, mert ez számomra nagyon fontos lett volna. Azonban arra gondoltam, hogy egy olyan országot választok ki, akik viszont rengeteg magyar befektetéssel rendelkeznek, rengeteg magyar cég, gyár van Németországból hazánkba, és majd el fogok mesélni egy személyes esetet is, ahol tavaly egy nagy német multinál facilitáltunk, ahol bizony előkerültek ezek a kulturális különbségekből adódó kérdések. Úgyhogy most az a kérdés, hogy Németország és Magyarország között vajon mi a legnagyobb különbség, szemléletbeli különbség? Érkeznek a szavazatok. Ó, és lehet, hogy most először ki fogja találni a közönség, hogy mi a német-magyar kulturális különbségek alapja. Nagyon izgatott vagyok. Igen, lehet, hogy ennyire a német kultúra ennyire közel áll mindenkihez. Kevésbé, mint mondjuk a horvát vagy az amerikai. Jó, hát ez fantasztikus, nagyon boldog vagyok, mert eltalálták, hogy a hosszú távú tervezés az, amiben teljesen eltérő a két országnak a gyakorlata. Ugye látszik, hogy amíg ugye Németországban ez egy abszolút valós gondolkodásmód, hogy nem rövid vagy középtávú célokat, hanem hosszú távú célokat tűznek ki maguk elé az emberek, addig ugye Magyarországon ennek sokkal kisebb a lehetősége.
A másik, ami egyébként szinte fejfej mellett van, az ugye ez az úgynevezett férfiasság, vagy ugye maszkulinitás. Ugye sokkal több női parlamenti képviselő van Németországban, női cégvezető van Németországban, rengeteg szociálpszichológiai és pszichológiai kutatás van arra vonatkozóan, hogy amikor nők vezetik a vállalatokat, akkor sokkal kevesebb a konfliktus egy vállalatban, és talán pont ugye Jennifer Brent előadásában is hallhattuk azt, hogy amikor valakinek ikrei születnek, vagy egyáltalán gyereke születik, akkor ugye ő egy zsigeri konfliktus megoldó lesz, függetlenül attól, hogy ezt tanulta volna, és ezzel nem szeretnénk a férfiaknak a konfliktus feloldási képességét semmibe venni, de hogy azért tudjuk, hogy a nőknek az ilyen jellegű vénája az valóban így a gyerek születéshez kötődően gyakorlatilag azért így adódik magától, és nem kell tanfolyamokra járni ezzel, hogy elsajátítsa. Ugye miért is gondoltam, hogy ez fontos vagy lényeges? Erre vissza fogok térni, bár nagyon kevés időm van az esetek kapcsán. Két elméleti keretet szeretnék még nagyon-nagyon gyorsan elmondani, mert azt gondolom, hogy ez talán egyébként a hazai szakirodalomban kevésbé ismert amerikai szerzőknek a probléma meghatározottsága és a konfliktusok szerepe. Az egyik ilyen Rishkin, aki ugye a problémát, illetve a probléma meghatározásában az úgynevezett folytonosságot hangsúlyozta, amelynek, ahogy a képen is látszik, elnézést kérek, ez is angolul van, de mindjárt kifejtem magyarul is a jelentését, egy szűk értelmezéstől egy tágabb értelmezés felé halad, és ugye ennek a fázisai, amit itt látunk, ugye a peres tárgyalásos ügyek, az üzleti érdekek, a különböző személyes, szakmai vagy egyéb kapcsolatrendszerbeli érdekek, illetve az úgynevezett közösségi érdekek. Ugye, ahogy látjuk, nagyon szűken értelmezve egy problémának a megoldásának a lényege Rishkin szerint abban állhat, hogy a vitatott kérdést olyan megállapodással tudjuk rendezni, amely megközelíti azt az eredményt, amelyet egy valószínűsített alternatív vitarendezési eljárás, például egy tárgyalás eredményezhetne, anélkül, hogy ezt az esetlegesen késedelmes vagy költséges alternatív vitarendezési eljárást igénybe vettük volna. Ugye ehhez képest a közvetlen tárgyalás, vagy ennek a koncepciónak az első lépéseként, ugye a közvetlen tárgyalás az, amit leginkább mint eszközként vagy módszerként szorgalmaz a szerző. Ugye ebben a szakaszban a legfontosabb kérdés, hogy a jogvitának vajon mi lehet a valószínűsített kimenetele. Hiszen pont azért szeretnék elkerülni, mert annak az eredménynek nem szeretnének azzal az eredménnyel szembesülni. A második szakaszban a mediáció a felek erősségeire és gyengeségeire összpontosít. Ezen a szinten a közvetítés számos olyan kérdéssel foglalkozik, amelyet a bíróság valószínű, hogy nem tárna fel. Talán nem esett még szó ugye a transformatív mediációról, ami ugye abszolút foglalkozik az érzelmekkel is, és ez is egy nagy tévhit, hogy a gazdasági mediációban transformatív mediációnak nincs helye. Ugye ez két éve pont itt a konferencián S. Horváth Ágotáék cáfolták meg, akik transformatív mediáció segítségével végeznek gazdasági mediációs ügyeket. A harmadik szakaszban a mediáció már sokkal inkább személyes kérdésekre és érdekekre fókuszál. Hogyha belegondolunk egy mondjuk 100 millió forintos vita kialakulásába, akkor azért belegondolhatunk abba, hogy itt az egyes cégvezetők már egy idő óta egymással kapcsolatban állnak, a vita felmerül, elkezd eszkalálódni, ellenségeskedés veti fel a fejét, rossz indulat, vagy egyszerűen olyan magatartást tapasztal a másik cégvezetőtől, ami őt mondjuk sérti. Ugye ez az a helyzet, ami mondjuk szorongást, vagy éppen az önbecsülés elvesztését eredményezheti a feleknél.
Úgynevezett instrumentális szinten az ilyen személyes reakciók nagyban akadályozhatják azt, hogy létrejöjjön egy megállapodás a felek között. Erre egyébként tudok a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara példatárából is esetet, ahol egy nagy nemzetközi gazdasági ügyben volt nézeteltérés két fél között, akik egyébként már több mint 10 éves kapcsolattal rendelkeztek egymással. Az egyik cég nem szállított időben, tehát késedelembe esett. A másik cégnek, a vezetőjének nem is ez volt a legnagyobb fájdalma, hogy ő neki persze ebből lett egy negatív következménye, mert nem tudta abból az alapanyagból legyártani azt a készterméket és tovább értékesíteni, amit kellett volna. De leginkább az fájt neki, hogy a másik cégvezető, akivel ő egyébként jó személyes kapcsolatot ápolt, miért nem figyelmeztetett és miért nem szólt neki. És egyszerűen beragadt az eljárás, és addig nem lehetett a mediációt tovább folytatni, amíg ez az A cég vezetője bocsánatot nem kért ezért a tettéért. Tehát, hogy ezek nagyon jellemző helyzetek és szituációk. Az még nagyon érdekes, és ez lesz az utolsó villámgyorsan elmondott elméleti keret, hogy a mediációban gyakorlatilag ugye részelő feleknek a kapcsolati és érzelmi aspektusaival foglalkozunk. Ennek ellenére egyébként Rizskin azt mondja, hogy ugye ahogy látszik a negyedik szinten, ami ugye ez a közösségi szint, a mediáció még szélesebb körű érdekeket is magában foglal, hiszen azon közösségek, szervezetek érdekeit is megjelentheti, amelyek kezdetben nem voltak ugye a vita tárgya vagy része. Ugye természetesen, hogyha késedelmes teljesítésről, késedelmes fizetésről van szó, akkor az a céget olyan szempontból is érintheti, elnézést, hogy nem tudnak határidőben fizetni a munkavállalóiknak munkabért. Ugye Magyarországon például az építőipari körbetartozás az egy nagyon-nagyon tipikus példa, és rengeteg cégnek a bedőlését eredményezi a kifizetetlen tételek miatt. És akkor a legutolsó, amire az időhiány miatt valóban csak felvillantva fogok beszélni, ez Roger Fisher és William Urlinak az érdekalapú és pozicionális tárgyalás közötti különbségtétel, amelyről az 1981-ben megjelent Getting to Yes című művükben írtak. Ugye gyakorlatilag ugye pozicionálású tárgyalásnak a fő célja, hogy a felek a kiinduló pozíciójukból a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legkisebb erőfeszítéssel minél nagyobb nyerességre tegyenek szert, és egyáltalán nem céljuk az, hogy kreatív javaslatokat fogalmazzanak meg. A pozíciójuknál fogva tárgyalnak, és gyakorlatilag nagyon ragaszkodnak a kezdő pozíciójukhoz, és ebből tényleg nagyon-nagyon kevésszer engednek. Pontosan emiatt nem alakul ki egy bizalmas légkör a felek között, és pozicionális alkú az esetek többségében rontja a kapcsolatot, ugye ez az egyik félnek egy nyertes, a másiknak pedig egy vesztes szituációt eredményez. Egyáltalán nem fontos számukra az, hogy a jövőbeni kapcsolatokat fenntartsák. Ugye ezzel szemben az érdekalapú tárgyalások célja, hogy a felek érdekeinek és szükségleteinek a kölcsönös figyelembevétele és kielégítése megtörténjen. Ennek elérése érdekében együttműködésre van szükség a felek között, az együttműködés pedig akkor tud kialakulni, ha megvan a bizalmas légkör, ha a felek biztonságban érzik magukat a folyamat során, és ezáltal ugye meg tudnak osztani olyan információkat, ami előre viszi a probléma megoldásukat, vagy a kommunikációjukat. Sok esetben vonnak be ugye kreatív megoldásokat, és ezáltal egyébként is céljuk az, hogy a jövőbeni kapcsolatuk az rendezett legyen. Ugye, ahogy a dián is látszik, Fisher és Urli a tárgyalásnak alapvetően 4 releváns elemét emelte ki, amely minden körülmény között alkalmazandónak gondolnak, hogyha egy hatékony konfliktus kezelésről van szó.
Ugye ezek, ezek közül az első, hogy válasszuk el a feleket, pontosabban a felet válasszuk le arról, hogy ki az ember és ki a probléma. Ugye, hogyha belegondolunk, és főleg itt a tegnapi napnak az előadásaiba, akkor igenis óriási jelentősége van egy családi vállalkozásoknál, hogy, hogy most itt a konkrét személyre haragszom, vagy a személy által generált problémakör az, amit igazából meg kell oldanom, és egyébekben tudok vele továbbra is együtt dolgozni. Hangsúlyozzák ugye annak is a fontosságát, hogy, hogy hogyan is nézzünk szembe egy adott problémával, illetve hogy azzal az emberrel, aki az adott konfliktusban részes. Gyakorlatilag ugye mindenki tudja, hogy mennyire nehezen lehet kezelni egy-egy problémát anélkül, hogy az emberek félretennék az egymás iránti érzéseiket, a sértettséget, a dühöt, vagy éppen a különböző negatív addigi tapasztalataikat, és mondjuk úgy nézni egy adott személyre, hogy csak naturálisan, mint mondjuk egy cégvezető, vagy a pozíciójára nézek. Ugye ebből fakadóan vannak olyan helyzetek, amikor akár mélyen gyökerező értékrendek, vagy értékrendeltérés, eltérő nézőpont, vagy kiszámíthatatlan viselkedés is terheli az ő kapcsolatukat. Ugye az, amit nagyon érdemes még hangsúlyozni, hogy ugye minden ember egóval rendelkezik. Most szintén a már nagyon-nagyon lejárt idő miatt nem tudok ebbe részletesen belemenni, ugye rengeteg pszichológiai kutatás van arra vonatkozóan, hogy egy mediációs eljárásban hogyan is harcolnak az egók egymással, és ezt mennyiben is kell a mediátornak kezelni, és ez miért nagyon-nagyon fontos. Ugye az, amiket Fischer és Uri megfogalmaz, azokat mind-mind figyelembe kell venni gazdasági mediációs esetek során is. Azért, mert az időm lejárt, így rohannom kell a záró gondolataim megfogalmazása felé. És azt gondolom, hogy az előadásom során elhangzott néhány eset, vagy esetleírás, az talán azért fűszerezte és megvilágította ezeket az elméleti kereteket is. De ahogy a bemutatásomban is elhangzott már, én azt gondolom, hogy a mediáció egy kiváló eszköz arra, hogy a jogvitákat elkerüljük, és ennél tovább is mennék, azt gondolom, hogy a mediáció hozzájárulhat ahhoz, hogy a társadalmunk általános konfliktuskezelési kultúrája is fejlődjön. A gazdasági mediációt pedig azt gondolom, hogy még ennél is nagyobb haszonra tud, vagy ennél is nagyobb hasznot hajtat a társadalom számára, mert ha egy gazdasági mediáció, vagy egy folyamatos mediációs, facilitációs közeg van a gazdasági életben, ez erősíti a korrekt, hosszú távon fenntartható üzleti kapcsolatokat. Ezek az üzleti kapcsolatok stabilizálják és erősítik a gazdaságot, amelyek növelhetik egy ország GDP-jét, és ahogy David Weiss előadásában is hallottuk, akár ugye az Economy Efficiency Mediation is egy ilyen eszköz, akár ugye a külföldi befektetőknek a jelenléte és az általuk hozott kulturális adalékok és anyagok. Egy érdekes dologra szeretném még felhívni a figyelmet, egyébként pont talán a 2 évvel ezelőtti szintén ezen a konferencián hallottam, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara végzett egy kutatást 4000 vállalat között, ahol megkérdezték, hogy mi volt vagy mennyire ismert a mediáció. A válaszadók 80%-a azt mondja, hogy ő ismeri, tudja, hallott már róla, stb. Viszont amikor megkérdezték, hogy és hányan vették igénybe, akkor 2% volt a válasz.
Ami azt gondolom, hogy, az, hogy már hallottunk róla, és talán már nem ott tartunk, hogy meditáció, mediáció, tehát hogy ez az összekeverés talán már kezdjük túllépni, ez nem azt jelenti, hogy a gazdasági vállalatok tartalmában tudnák azt, hogy, miről is van szó, amikor facilitálás, mediálás és ilyen típusú eljárásokban segít egy szakember az ő cégük számára. Ugye ezért azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges lenne a mediációnak akár állami, akár nem állami keretek közötti népszerűsítése hazánkba, és természetesen át kell gondolni azokat az akár anyagi, akár eljárásjogi szabályokat, törvényi feltételeket, amelyeknek a módosítása által lehetne a mediációt akár kötelezővé tenni, vagy legalábbis elindulni abba az irányba, hogy sokkal több ember szembesüljön azzal, hogy, hogyan is zajlik a való életben a mediáció. Ugye erre különböző akár jogszabálymódosítási technikák is lehetnének, akár ugye a keresetlevél beadása előtt lehetne egy kötelező elem. Nem volt ez régebben ugye a polgári eljárásrendben, hogy a keresetlevélbe bele kellett írni, hogy a felek a mediációt megpróbálták, de ugye ez egy ügyvéd által leírt egy sor volt. Nem volt mögötte konkrét ilyen próbálkozás. Lehetne egy olyan rendszert létrehozni, ahol mondjuk azt mondjuk, hogy egy mediátortól hozni kell egy papírt, hogy te elmentél, legalább meghallgattad, hogy ez mi, és aztán fölálltál és hazamentél. Jó, nem akarom ezt itt tovább gondolni, mert nagyon sok fele elmehet ez, de azt gondolom, hogy ez például lehetne egy ilyen lépés, lehetne a mediáció ugye szerződéses klauzulák része, ugye tudjuk, hogy a választóbíróáskodás már nagyon sok esetben ott van, de lehetne azt mondani egy szerződésnél a megkötéskor, hogy ha abból a szerződésből konfliktus adódik, akkor első körben mediátorhoz fogunk fordulni, második körben választott bíráskodáshoz, harmadik körben bírósághoz, hogyha nem sikerül megállapodnunk. És amiről kevés szót ejtettem, de szintén ugye ide tartozik, hogy a különböző nagyvállalati multinacionális cégeknél pont a vállalati belső konfliktusok, a kulturális különbségekből adódó konfliktusoknál pont egyébként tapasztalatok és kutatási eredmények által Nyugat-Európában már abszolút bevett, Ausztriában, Németországban, Hollandiában, hogy szervezeti mediátorokat alkalmaznak, szervezeti mediátorok vannak a szervezetrendszeren belül. Összességében, és ez már tényleg az utolsó mondatom, azt gondolom, hogy az ilyen konferenciák és rendezvények is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a mediáció, illetve az alternatív vitarendezés bármely formája minél több emberhez eljusson, és nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást és a figyelmet.